Alors, on va faire l'opéra un peu là. Ilyenkor egy kicsit viszont negatív irányhoz a bizonyos túlterelés, amit az erőhúz kirúgjuk. A vér az a pilóta fejében megy, ez sajnos kompenzálni semmilyen módon nem lehet, ezért aztán negatív irányba a korlátozóban. Ügyességet kívánc, annyi különbség, hogy van ezen láncsem, és pajzsolhatókkal, karavéjjel, bajonettel, illetve különböző más eszközökkel. Gyakorlatilag egy nagy kört alkotta a katonáink, bemenekítős képen némek kéz- és lábtechnikát fognak önnek bemutatni. A katonai közel során kijelenthetjük, hogy általában ütésugással oldjuk meg az adott helyzetet, ugyanis sokszor felszerelésben vagyunk, és nincs idő összekapaszkodni az ellenféllel. Ezért a katonának olyan ütéseket, ugrásokat kell tudnia bevinnie, ami azt jelenti, hogy pillanatok alatt, illetve rövid időn belül harcképtelenné vagy mozgásképtelenné tesz az ellenfelét. De ha már említetted a felszerelés, akkor arról is szóljunk, mi ez. Nyilvánvalóan nem az a szempont, hogy ne legyen melegük a katonákkal. A gyalogos katonának és a lövész katonának általános jelentőt mindig felszerelésben vagy. Mi mindig zubbonyban, gyakorlóban, taktikai mellényben, most látod a repeszálló gyakorló mellényt is a katonákhoz. Ennek az értelme gyakorlatilag missziós területet, viszont teljes 24/7-ben szintén mellényben is, hogy felszerelésben dolgozom, tehát a kiképzés során is, hogy felszerelésben kell tenni dolgozni. Hozzászokott ez az érzéshez és ő is itt lesz a rendezvénye. Folytatják a katonák különböző páros gyakorlatokat, amelyeket mindig valamilyen visszatámadással vagy feszítéssel fejeznek be. Ugye a katonai közelhat célja az ellenfél ellenállását megtörés és olyan helyzetbe hozás, hogy a szolgálati tevékenység szempontjából folytatban elfogjuk, átalakítjuk és a tevékenységről lemaradásra. Nézzük szakmai kérdést, ugye